Na szevasztok srácok, itt Imi, ez pedig egy challenge videó lesz, az első a Vice City-ben, ugye GTA San Andreasban már két challenge-en túl vagyunk, ezúttal a Vice City-ben jelentkezem, egy kihívásra hívtak ki engem, Ali az, aki kihívott, a challenge lényege az, hogy 5 percet túl kell élnem 6-os körözés mellett, mindjárt hozom be a stoppert, és akkor most elindítom az időt, jobbogóval fogunk menekülni 5 percig, 6-os körözés mellett, és akkor mindjárt indítom az időt, kezdhetjük is. És akkor a 6 csillag megvan, indítom az órát. Jó, elindultunk. 5 perc a robogóval, túl kell élni, srácok, túl kell élni. Alinak nem sikerült ez a challenge, úgyhogy most bizonyítani kell mindenkinek, hogy én bizony megcsinálom. Már pedig remélem, hogy megcsinálom. Jújjúj, azért mit ne mondjak, 5 perc. A San Andreasban egyszerűbb lenne az 5 perc robogóval is, mivel ott a tanknak, hogyha egyszer neki mész, azonnal nem robban föl. Júj! Azt a rohadt! Jújjúj! Jajjáj! Jaj, majdnem, nagyon megijedtem ettől a borracktól! Vagy mi ennek a neve? Hát eddig jók vagyunk, mit nem mondja, pedig jönnek ezerrel ám a vezérgépek. És a tankok azok nagyon kifinomultak, tehát egyik pillanatra a másikra. Aha! Olyan hirtelen előbújnak onnan, hogy az hihetetlen, nem is tudsz rá fölkészülni. Tehát 6-os körözés az valami lehetetlen körülbelül a Vice City-ben. De hát ez a GTA 3-ban még nehezebb lenne. Mindenesetre most menjünk át a másik szigetre. Irány Starfish Island. Lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha gyalogos úton jövök át ide. Tűrűtű. Leperget 1 perc, illetve 20 másodperc, és ennél a challenge-nél nem biztos, hogy lesz egyébként kihívottam, sőt valószínűleg nem lesz kihívottam, mivel aki kihívott Ali, ő nem tudta már megcsinálni, tehát ő a kihívott, őt nem hívhatom ki én. A másik pedig, hogy akit még az előző San Andreas részben kihívtam, ugye GTA Norbi, ő pedig úgy emlékszem, hogy egy ilyet megcsinált régen, és mintha ő is kihívott volna engem, de lehet, hogy arra hívott ki, hogy mentsen meg Lance-t 5-ös körözésnél majd az egyik küldiben. Hát nem emlékszem pontosan, na mindegy, GTA Norbit, tehát nem tudom kihívni most már. Emlékszem biztos, hogy ő ezt már egyszer megpróbálta. Nem emlékszem, hogy neki sikerült-e vagy nem. Na mindegy, srácok, minden esetre 2 perc már lepergett. Óha, call me baby. Ajjaj, ajjaj, ajjaj. Be ne jöjjön ide a tank, azt a rohadt. Arra kimegyünk, ajjaj, már lő a heli. Lő a heli, lő a heli, lő a heli. Most kell neki nyomatni ezerrel. Júj! Azt a rohadt barackos édesapukádat. De megijedtem. Ha minden esetre most itt átmegyünk. Elinnen Schwarzenegger. És az idő felénél, tehát 2,5 percnél vagyunk, srácok. 2,5 percen túl vagyunk. Tűrű, tűrű, rű, rű. Össze-vissza vezetek, de 5 percet túl kell élni. Egyébként Ken azt írta, hogy nem teljesen úgy csináltam meg ezt a challenge-et, ahogy ő írta, hát akkor én értelmeztem félre tőle, ezúton is elnézést kérek, majd írhat egy másikat, azt megcsinálom, de hát nem érdekel, akkor is úgy veszem, hogy ezt a challenge-et, amit a San Andreasba Ken írt, azt sikerült megcsinálni, én úgy veszem. Tehát ilyen például ez a harmadik challenge, amit megpróbálok, ebből egy sikerült, egy nem. Remélhetőleg most a harmadik challenge-be ez sikerülni fog. Ugyanis már több mint 3 percet túléltem, srácok. Jújjúj, 2 tank egyszerre. Azt a kurva, most kell majd nagyon odafigyelni. Újúj. Jújúj. Jújúj, már nem olyan sokat kell kihúzni. 3 perc 15-nél vagyunk, srácok, el sem hiszem. 3-15. Na innen mondjuk ki kell törni, jó van. Azt hittem, hogy nekem rontanak egyből. Júj. Júj, most ne jöjjön egy tank, léci. Most ne robbi be egyet random. Így elém. Bekanyarodjon. De eddig jól bírom az ütemet, srácok, robogóval is, tehát egyelőre nincsen gond. 3 perc, illetve 45 másodpercnél vagyunk. Azt a kurva, jújjúj. 3.45. Tűrűrű, tűrűrűrűrű. Jújjúj, jújjúj, jújjúj. Hát így nem kéne azért írtam befékezni. Srácok, el sem hiszem, túl vagyunk már 4 percen, egyetlen 1 percre vagyok a sikertől. Ajaj, Schwarzenegger előtt ugyan befékeztem, azért ezt el kell ismerni. Amit el kell, azt el kell ismerni. Eddig jó vagyok, gyerünk, gyerünk, most nem szabad hibázni, 4 perc, 20, kevesebb, mint 40 másodpercet kell kibekkelnem. Ajaj,
Ezt benézted, Svarci. Nagyon benézted. Ne! Ne! Nehogy most kúrjam el, mert én rage-elnék, hogyha most cseszném el, srácok. Jújjúj, jújjúj. Egy-két másodpercet még az 5 percre át. Ne! 5 percen még mondani akartam, hogy ráteszek egy-kettőt, mert 5 perc 2-nél indultam el körülbelül. De meg lehet ez, srácok. 4 perc 45-nél is túl vagyunk most már. Most már senki és semmi nem állíthat meg. 4 perc 55! 4 perc 56! 4 perc 57! 4 perc 58, és meg az 5 perc sikerült, ráadásul 5 perc 5-ig fogom csinálni, és megvan! Megcsináltam a challenge-et, még 5 perc 7-ig is kihúztam, szóval nekem sikerült 5 percet kibírnom 6-os körözés mellett is, robogóval. Megvan tehát a harmadik challenge-ből a második is sikerre járt. Mondom, ennél a challenge-nél nem lesz kihívottam, mivel GTA Norbi már megcsinálta. Vagyis hát már biztos, hogy megpróbálta, illetve Ali az, akit én még máskor is most is ki akartam volna hívni, de hát ő hívott ki engem, tehát őt még egyszer nem fogom kihívni. Jó, köszi szépen a lehetőséget, Ali. Ez a challenge sikerült, tehát vezetem tovább a papíron. 3 challenge-nél járunk jelenleg, 3 próbálkozásból pedig 2 összejött. Szóval innen folytatom, majd legközelebb. Imi lettem volna. Sziasztok!